Diszkriminálónak tartja a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége azt, hogy az oktatás újrakezdésének egyedüli feltételeként a személyzet beoltottsági arányát határozták meg. A szövetség az iskolai szintű döntéshozatal tartja megoldásnak, ugyanakkor úgy véli, sürgősen digitalizálni kellene az oktatási rendszert. Nagy visszhangot váltott ki a társadalom különböző rétegeiben az a pénteki miniszteri rendelet, amely az iskolák újraindítását kizárólag a tanintézmények személyzetének beoltottsági fokához köti. Vasárnap a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége állásfoglalást fogalmazott meg a rendelettel kapcsolatban. Hangsúlyozzák, az intézkedés megkülönböztető jellegű. Az RMPS elnöke Burus Siklódi Botont híradónknak kifejtette, többször szorgalmazták, hogy a járványügyi helyzet okozta helyi oktatás szervezési gondokat mindig azonos elvek alapján lehessen kezelni. Fontosnak tartják a közös teherviselés, a kölcsönös támogatás és az érintett szereplők közötti hatékony együttműködés elvét. Ugyanakkor a szövetség a járvány legyőzése egyedüli hatékony eszközének a védőoltást tartja. Mindezek ellenére mi aggasztónak és hátrányosan megkülönböztetőnek tartjuk azt, hogy az iskolai oktatás újrakezdését ennek egyedüli feltételeként az iskolai személyzet beoltottsági arányát határozták meg. Az előbb említett közös teherviselés elvével mond ez ellent. Hangsúlyozta, nem tartják méltónak, hogy a pedagógusok csoportja legyen az egyedüli szakmai társadalmi kategória, amely esetében ilyen jogi eszközöket alkalmaznak az oltakozási kedv növelése érdekében. Az intézkedés nyomán a tanintézményeket is megkülönböztetett formában érinti az iskolakezdést. Az online oktatás ugyanis elsősorban a vidéki tanintézményekben nem alkalmazható hatékonyan. Ezen településeken számos esetben alacsony a fertőzöttségi arány. Az RMPS elnöke elmondta, októberben iskolai döntéshozók, tanfelügyelők körében végzett tanulmányból kiderült, 62,2%-uk súlyosabb járványügyi helyzetben a hibrid oktatást a decentralizált, iskolai szintű döntéshozatal tartja kívánatosnak. Ezt véli megoldásnak az RMPS is, ugyanakkor az egész oktatási rendszer átfogó digitalizálását sürgetik. Hargita és Kovászna megyében eléggé alacsonyak a beoltottsági arányok, de városi és vidéki tanintézmények között különbségek vannak. Ugyanakkor Maros vagy Kolozs megyében egészen más a helyzet, vagyis vidékenként változó helyzettel állunk szemben, mondta Burus Siklódi Botond. Mint ismert, hétfőtől azokban a tanintézetekben engedélyezett a jelenléti oktatás, ahol a tanári kar legalább 60%-a be van oltva.